Számomra a karácsony kicsit megpihenést jelent a hétköznapok rohanásaitól, amikor kicsit otthon vagyunk, együtt van a család, amikor megkapjuk az ajándékokat, ennek karácsonyi dalokat hallgatunk. Azok közül az amerikaiakat jobban szeretem, mert azok ilyen lazábbak. Tehát számomra ezt jelenti a karácsony. Számomra a karácsony hát ajándékozás, adakozás. Azt jelenti számomra, hogy együtt legyen a család, a karácsonyfa és a karácsonyi vacsora. Karácsonykor össze szok gyűlni a család, a mamáméknál, rokonok, ott tartjuk a szentestét, nagyon jó teszünk. Azt szeretem legjobban karácsonykor, amikor együtt van a család, sokszor társasjátékozok velük, meg játszunk, énekelünk, egy pár szó nagybátyámat hallgassuk, ahogy zongorázik a zongorán. A hangulat az mindig jó szok lenni, nekem az a kedvenc ünnepem. Mindig odaülünk a fotelba, betakarodzunk, egymáshoz bújunk és sokszor hallgatunk karácsonyi zenéket. És beszélgetünk, sütögetünk, szévézünk. Én azt szeretem nagyon a karácsonyban, hogy együtt van az egész család, és reggeltől már megy a közös sütés. Igaz, hogy elég férünk el a konyhába, mert hatan vagyunk, de annak megvan az a jó érzete, hogy együtt van a család. Reggeltől sütjük a bejlit, a mézes kalácsot. Én a karácsonyban azt szeretem, hogy ilyenkor az egész család együtt ünnepel. Együtt várjuk a Jézuskát, aki majd hozza az ajándékokat, és ez alatt az ünnepi vacsoránál minden fontosat megbeszélünk, hogy kivel mi történt, mikor, hogyan. Nálunk úgymond szokássá vált, mint gondolom minden háznál, hogy a majonézes krumpli nem maradhat le az asztalról, mellé egy kis hal, kirántott hús. Nálunk szerencsére mind a két nagymama teljes gőzerővel főz, úgyhogy nekünk otthon szerencsére nem kell. Ők mindig pakolnak, a süteményekből sincs hiány, abból is nagyon sok szokott lenni. Vacsora előtt mindig begyújtottunk a kandallóba, ami nagy élmény volt számomra kisebb koromban. És miután megvacsoráztunk, utána mentünk ajándékokat bontani, és a bátyámmal mindig előadtunk valamit. És én nekem ez nagyon tetszett. Aztán másnap a másik nap szüleimnél szintén ez volt, hogy vacsora után mentünk ajándékot bontani, és tavaly karácsonykor volt az a legjobb érzés, hogy végre ott volt az unokom, aki másfél éves, és az volt első karácsonya. Én azt szeretem a karácsonyba, mikor reggelente apukámmal lemegyünk a pincébe, felhozzuk a karácsonyfát, a díszeket, majd közösen a családdal elkezdünk fát díszíteni. A legutolsó karácsonyomon a dédimmel mindig megtiltották, hogy egy kemény cukrot, és akkor karácsonykor a dédim sunyiban adott nekem cukorkákat, hogy ezt rejtsem el valahova, és direkt felvágtam, hogy ne legyenek nagy darabkába. És ez volt egyik legjobb élményem, és sokszor csinálták azt, hogy vacsora közben a papám kiment WC-re, és elkezdte csöngetni a csengőt, hogy ajándékok vannak a fa alatt. És kiskoromban mindig elhittem, hogy most volt a Jézuska, és ő csöngetett, és a papám, mintha jött volna ki WC-ről, hogy hallottátok ti is a csengőt, jött a Jézuska. És előtte még oda ment a szobába, és fogta a dobozokat, és így lejtette, hogy még a hangja is meglegyen, hogy esnek a dobozok. És nekem ez nagyon tetszett. Én azt szeretem a karácsonyban, hogy karácsonykor otthon este összegyűlik a család, meg itt hangulat van, közösen kibontjuk az ajándékokat, mindenki örül valakinek, együtt vagyunk, jól érezzük magunkat, végre kicsit kiszakadunk a hétköznapok pörgős mókuskerekéből. Én a karácsonyban legjobban az illatokat szeretem, főleg a vaníliát és a fahéjat. És a kedvenc dolgom szerintem mama takartja. Isteni, magalak tejfonnál. Az a legjobb. Meg a csengő szó, amikor a jelzi, hogy mehetünk bontogatni az ajándékokat. A húgom mindig ellopja a csengőt, és úgy tesz, mintha már mehetnénk. Érdekes kergetni aztán a lakásban. Körbeljük a karácsonyfát. Hát a
legjobb az az, hogy én szoktam nyitni az összes ajándékot majdnem, és hát sokan mondják, hogy nem a ajándékról szól, de szerintem valamilyen szinten igen. És utána kinyitom az ajándékokat, hogyha esetleg valami bútort, vagy például széket kapok, azt összeszereljük még aznap. Aztán nyilván, hogy ne sértsünk meg senkit, a második legjobb dolog az meg a másik mamánál a kacsa, szóval egyértelmű káposztával. Na, hasamat szeretem a karácsonykor. És most, hogy nagyobb vagyok, nyilván már kevésbé meglepetés, mert én küldöm a linket arról, hogy mit kérek karácsonyra, de attól még ugyanúgy ez a legjobb érzés, amikor föltépem a csomagoló papírt, és látom az arcán a nagyszülőnek, hogy látja, hogy én örülök. Az adventi várakozást is nagyon szeretem előtte, és összességében nekem ez a kedvenc ünnepem. Karácsony este, mi mikor hazaérünk a családban, a szűk családi körben, én, édesapám és édesanyám, megajándékozzuk egymást, majd mindenki elvonul magának kicsit beszélgetni a barátaival, felhívni az ismerősöket, akikkel azkor nem találkoztunk, és utána mindenki lefekszik aludni. Én azt szeretem a karácsonyban, mikor mindenki együtt van, egész család, nagyszülők, szülők, de tényleg így mindenki, rokonság is. Hát igazából mi karácsonykor én azt érzem, hogy akkor tartozunk így igazán össze, akkor melegedik egybe úgymond a szívünk így családilag. És nagyjából még az ajándékozás. Mi mindig karácsonykor halat szoktunk enni. Hát ez ugye este felé még a ajándékok kibontása előtt. És ez azért is van, mert ugye mi hívők vagyunk, és hát ugye Krisztus és a hal, meg az egyházi nagy kapcsolatban áll egymással. A karácsonyt főleg igazából a otthon és a nagyszülőknél szoktuk tölteni, vagy pedig rokonokhoz átmegyünk Komáromba. Ugye nekem a papám az itt lakik Nagymegyeren, őnála szoktuk 24-én ünnepelni. Ott mindig pulykát eszünk, az nagyon, nagyon ízlik nekem, meg kedvenc ételem igazából. Meg én azt élvezem, mikor akkor a Komáromból is átjönnek a rokonok, és együtt van a család, beszélgetünk jókat, nevetünk, és igazából együtt bontjuk ki a ajándékokat a falat, mindig leszoktam lopni a szaloncukrot a fáról, és adok mindig a tesómnak is belőle, aztán így ez ilyen jó kis élmény, olyan settenkedősebb élmény. Ez így jó, és mikor látom a rokonaimat, akik mondjuk nem itt laknak Megyeren, mamámékat is jó látni, ahogy összegyűlik a család. Egyszerűen remek. Igazából én egész évben a karácsonyt várom, mert ez a kedvenc ünnepem igazából. Hát igazából nekem a karácsony a kedvenc ünnepem, azért, mert ugye, amit előbb is mondtam, hogy együtt van igazán a család, és itt szeretjük egymást így a legjobban, úgymond egész évben, és ez a megbocsátásról és a szeretetről szól ez az ünnep, én szerintem. Szóval én nekem ez a legjobb élményem a karácsonykor, hogy együtt van az egész család. És hát nincs karácsony Kevin nélkül. Kellemes karácsony mindenkinek. Kellemes karácsony ünnepeket kívánok mindenkinek. Olyan igaz József művészet.